Várjunk! Maga meg ki a fele fiatalember? És mit keres itt az Isten háta mögötti Ankónában? Már azon kívül, hogy hajnal, fölveri nekem, mint az egész város. Lógyi, de szóló vagyok, uram, egy szegény vándor muzsikus, és hát Peszkárából jöttem. Az milyen szar, de... Már négy napja úton vagyok, uram, és hát munkát? Állást keresek. Már van is állásod. Igen? Hol? Hol? Itt nálam, te barom! Látsz itt rajtam kívül valaki más? Nem, uram. Tomáó Nikomászó vagyok. Üdvözlöm. A bizalmamba fogadlak. De ha visszaérsz vele, én úgy elverlek, hogy seggen csúszol vissza Peszkáráig. Megértette? Igen. Itt van a szám. Beköltözök a rendőrszobába. Enni! Annyi kapsz, amennyit csak beléd fél. És még fizetséget is adok neked, ha elég gyorsan megtanítod a muzsika művészetére. Jó, rendben. Egy napot van rá. Nem. Nézzem. Egy nap alatt nem lehet megtanulni. Gerülni? Muzsikálni. De én énekelni akarok és tudok is, te barulja. Csak valahogy ezeket az új dumpákat nem ismerem. Az ne, ahol vagyok én, igen. Most költözött ide. Az Arándoknő panzióba. Oda Donna Hunga Réze. Egy magyar mit hölgy, egy tünemény, egy égi tünemény. Olyan kívánatos, olyan gyönyörű, olyan ellenállhatatlan, olyan Viktória! Győzelem, így hívják. Na szóval, amikor én azt a várat majd úgy istenesen beveszem. Na, az lesz majd az igazi győzelem. Megértetted, mi a feladat? De természetesen, uram, azt a várat, azt úgy bevesszük, és... Lucia! Gyere! A lány, de kicsit tartott ennek, nem fog feltudni. Lucia. Az úr Lucia. Egy ideig így fog adni nem. Lucia szóló. Tessék? Lucia szóló. Lucia Nikolakó? Igen. Papa, én is szeretnék megtanulni. Jegyőn is? Te? Nem azért kaptam a... Jegyőt? Nem azért kaptam a kislányit, de eddig hallani sem akartál. Igen, de az úr... Luigi? Igen. Olyan szépen játszott rajta. Tényleg szépen játszott a kisfiam. Hol tanultál jegyőni? Csak nem Peszkárába. Nem, uram. A szülővárosomban, Arezzóban. Az is milyen szar, hely. Volt ennek a szüleid? Nem, uram, csak az apám. Az anyám elment a öcsimmel, amikor még gyerek voltam. Szóval te is, anya nélkül nőttél fel. Akárcsak azért szegény Lucián. Költöz a kedves mamával. Meghalt, amikor még kisgyerek voltam. Jó, ha nem bánod. Tanítottad a kisasszony megerülni a szabad időbe. Nem vagyok én éhenkor, ezt kérem, én játszottam volna Milánói Szkálában is, hát nem jó kötöttségeket. Sose bánt! Sokkal jó helyet egy bűnös világban. Ez szar hely, uram, tudom. Ahhoz képest. Dorina! Dorina! Vidd be az új szókmókját, és mossál ki minden darabot, de jó van. Nem, én magamra mosok. Most majd Dorina fog. Melyik vendégszobát hagyjuk az úrnak? A feledik? Az emeletit. Értem, szóval a kisasszony szobája mellett. Itt locsogsz annyi, Dorina! Na, menj. Most ki minden darabot, készítsd meg az új szobáját, hogy lepihenhessen. Jól van, megyek már. De sürgős! Most fiam, megyek a dolgomra, készíted meg a nótákat, mert délután kezdjük a tanulást. Jó. Papa! Jó,
Én is rögtön. És amikor megláttam, én tanulni is elfelejtek. Én, ha megláttam, én mindent elfelejtek. Gondolod, hogy a gyerekeink lesznek, ők is tanulni fognak. Még szép. Neked is a pályázat, hogy a kritikus lett. A K esetén, igen, ezeket sosem tudtam kimondani darogás nélkül. A krupli neked is olyan nehéz volt. A krupli? Azt egyáltalán nem tudtam kimondani. Mindig! Gondolják, hogy a helyette! Az a fiú ott is dadog. Az nem lehet éppen rossz.
Na most azt képzeld, egyik sem dadog. Ha nem mond nekem, tegnap beszéltem Luciával, jobban dadogott, mint valaha. Mindenki mással dadognak, csak egymással nem. Én sem akartam inni a fülembe. Csak egymásra néznek, azt egyik sem dadog. Mi ez, ha nem szerelem? A francba! Üdös macskája már korra reggel. Buongiorno! Buongiorno! Emlékszem, milyen nagy dolog volt egyszer, hogy a kávézómat megnyithattam én. És úgy éreztem kastélyt a szegény jó feleségem, Isten nyugosztalja, kapta még tőlem annak idején eljegyzési ajándékba. De akkor sem én vettem, hanem a papa. Eredetileg Luciának szántam, de már meg lesz, hogy érve is. Ezek szerint engem rövidítettek, Tontomá. Mi van? Ezek szerint így már nem akarod elvenni Luciát? Nem muszáj. Nem én akarok risztorántét. Ugyan már, Tontomáho, egy szóval sem mondtam, hogy nem szándékozom feleségül venni Luciát. Sőt, szeretném a dolgot mi hamarabb nyílt beütni. Most március van, majd hónap, ha megint megtartatjuk az esküvőt, akkor már nyáron megnyitottam a risztorántét. Ez az, fiam, március. Már kora hajnalban, amikor lementem a tengerre, és csak néztem a vizet. És komolyan mondom, úgy éreztem, hogy én vergődöm őt. De akkor eltöntöttem. Végezzetek az engedésnek. Hogy szándékozik véget a ti Tontomá? Hogy te barom. Úgyhogy megkérem a kezét. Ja. Rájöttem. Ez az egyetlen egy módja, máskül, mert nem tudok a közelébe férkőzni. Nélkülön még nem tudok élni. Annyira szép. Te még nem láttad? Nem én. Te megy hete itt vagy. Sose kávézott nálam? Sose. Na mondjuk ezt nem csodálom. Ma este biztos megismerheted. Szerenádot adok neki. Megkérem a kezét. Már két új nótát is tudok. Igen, dolog Tontomám, akkor tartatnánk közösen is a Lacit. A kezedétnek minket együtt. Tarthatjuk, Kványi fiam, tarthatjuk. De ettől nem lesz több a hozomány. Na, hová gondol? Megmondtam. Don Tomáho Nikomától nem azért lett,
Williamos a saját erejből másnak elszinkázza. Annyi hozományt adok a lányommal, amennyiben nyithatsz egy éttermet, és ez még nagyon is sok neked. Megértetted? Basta! Tarakálni. A többit meg veszek neki. Aranyat, grillt, bundát, autót, házat, meg mindent, amit akar. Sokat azért ne akar. Elég, ha rád néz, az a kedves kis nő. Én csak így neveztem őt. A
azt a kedves barna kislány, azt a szép kis hercegnő, hangját csenget, tényleg ingott. Szállt az utcán, hogyha lépett, fürdje mindegy fecske szárnya, már nincs sehol, én megélek. Principessa, így neveztem, hogy nevettünk mind a kertben. Dobtunk pénzt a telli kútba, és újra. Az életbe egyszer mindenki átesik, de kigyógyul belőle. Így jel nekem. Na, itt van a nálam, a vendégem lesz. És ha meg nem sértem, én már is úgy érzem, mintha apja helyett apja volt. Apám, nincsen nekem apám. Jaj, szegény gyermek, csak ennek volt az édesapja. Hogy szütörténhet az ura? Nekem van idő. Alig múltam 5 éves, amikor a mama elhagyta a papát. Engem magával vitt. De a bratyó a papával maradt. Én mindig vágyottam a papa meg a bratyó után, és sajnos többé nem láttam őket. Rómában megismertem Lucira, örök hűségét fogadtunk egymásnak, mert onni a szegül, őt is elvesztettem. Én azért nem, mert csak a halálire fogadott. Honnan jött haza? A tengerről. Beszéltem a tengerészet, hogy egy kis pénzhezünk sok megy a vasúcsában. De tovább tartott, mint gondolta. Gruszila nem győzött kívánni, már a tebe öngyük. Jó, nyugodjon meg. Az a lényeg, hogy megszerezte azt a pénzt. Parancsoljanak, már itt is vagyok. Vigyon, ez gyógyira bánat. Már se teszek, uram. Egészségére nem. Ami egyszer. Jolandi, mi ez a szar? Bőn. De mitől ilyen forró? A fűtőtest fölötti polcon. Ah, Istenem! Rossz a fűtőtest. Hát inkább nagyon is jó. Nem lehet kikapcsolni. Nem tetti le inkább. Nem lehet bekapcsolni. Hát akkor most mit csináljuk? Megteszik a bosüt. Idióta! A viszkivel mit csináljuk? Nem tudom. Vagy fújjon. Lőtkönöm. Egy idő után csak kihűl. Johnny! Ez a legjobb kávé és a legjobb viszki, amit valaha értem, itt van. Tessék, fogadj el, hála, hogy előre is vegyél egy kicsitet. Igazán nagy lelki. Nem is tudom, hogyan háláljam. Úgyhogy többet nem most semmi. Ahogy parancsolom, hálálom. Illetve nem hozom. Dorina! Dorina! Készítsd elő a legszebb vendégszobánkat, húzzá fel ünnepi ágynemű. Lucrezio úr a vendégünk lesz. Hosszú időre. És ha terve sikerül, akkor örökre. Menj, szógy, sírosíts ki Luciát. Próbálj meg egy kicsit kevésbé dadogni. Parancsolj, édes fiam. Vedd úgy, hogy mostantól kezdve a én házam, a te állam. Nagyon köszönöm, kedves... Papa. Kedves papa. De nem fogadhatom el. Ugyan, miért nem fogadhatom el? Hát én úgyis meghalok. De uram, én még nem mondtam el mindent. Én nem csak Lucia miatt akarok meghalni. Olyan nehéz erről beszélni, hogy még nem mondtam el senkinek. Beszélj nyugodtan, bennem megbízhatsz. Uram, én nem vagyok férfi. Nem micsoda? Nem működik. Nem működik. Nem működik. Mi nem működik?
Nem működik. Édes fiam, ezt orvosolni kell még hozzá sűrűsen. Egy ilyen tehetős, jóképű fiatalember kar nélkül. Ez hosszabb, mint a halál. Most már megért, ugye? Nem teljesen mérdő. Dottore, mit mond? Tehetetlen, ide. Én már mindent kipróbáltam. Gyógyszert, masszást, illatos füvet, semmi nem segít. Mióta Drusztia meghalt, azóta ez van. Ő így gyászol. Édes fiam, nekem most szerető családra, törődés, szeretet van szükség. Ön lehetőségét arra, hogy valahogy is regenerálódjak maszkulárisan? Nagy esélyt látok, fiam. Szépen gyere be a házba, pihenj ki magad! Dorina, hogy megmutat mindent. Jöjjön. Tartsa magát. Óvatosan. Mi az, hogy édes fiam meg papa? Újabban minden üzletet befogad a házába? Mit gondol, mi vagyok én? Hány éhez szájat tömletnékben, hány szaros gatyát mosak még ki? Durinkám! Ez az én lábam. Te is jól jársz, Lucrezia elveszi Luciát, milliómosok leszünk. Én is. Te is megkapod, amit akarsz. Csinosíts ki Luciát, kenyér rá rúzs, mudelben, itt tudom én fújjál a illatfrágot. És ami a leglényegesebb, adj meg erre az idózani szállás. Amivel ő tűzbe hozza az ember. Erre gondold, Antomáó? Erre, fiam. Én erre gondoltam. Ezt nem lehet megtanulni, erre születni kell. Micsoda fény ez a fény, miért sem láthattam én. Nem láttam tengert, soha semmi. Nem ilyen távas az otthoni ég. Fehéren állnak a házok, itt talán sohasem háznak. Ifjak járnak, asszonyok járnak, szerintem most se tudják, mi az a bánat. Nézik a tengert, esznek egy pizzát, a kávét mindig a teraszon isszák. A tenger parton az élet áll, csak én ötjen találom. Egy bandidóval ott hagyott engem, itt a hasamban, de ott Debrecenben. Ez a kis cukrét.
Hát én észre se vettem, pedig itt lakok vele szembe. Na majd jószt is iszok egy pálit. Ez az. Ja, étkezés cukrásztában. Kérek egy kávét. Az una caffè per favore. Olyan szép ez az olasz nyelv. Hát, na jó, vegyes fagylaltot is ezek. Vegyes fagylalt, meg gelato misto. Signore, prego! Si, signorina. Una caffè per favore. Si, signorina. E un gelato misto, prego. Giovanni! Giovanni, tudtam, hogy nem fogok találni! Jaj! Te mi a francot keresel itt édes? Nekem már egy hete itt vagyok, és téged kereslek. Nem értem, mit mondasz? Una settimana io itt. És hír. Itt lakom a panzió, Tommy! Panzió! Te vagy a mozoglásod a panzióba! Giovanni, hát te mit csinálsz? Giovanni, te dolgozol? Nem tudom, azt mondod, hogy te milliómos vagy. Nem vagy nincs. Jaj, nem értem, mit karacsolt a gáza, de mi a francnak jöttél ide? Bella Bellissima, Debrecen szép volt, de vége, érted? Giovanni, Debrecen, Bella Bellissima! Emlékszem minden éjszakára. Tulajdonképpen örülök, hogy itt vagy. Bár az én Lucián lenne csak félig olyan odaadom, mint te. Nézd csak! Gyulaj! Egyet, amikor úgy nézed, hagyom! Jaj, mi? Finom, ugye? Jó? Figyelj, Victoria! Titokban kell tartsuk a dolgot, mert a jövendőbeli apósom itt lakik a téren. Si, itt lakok a panzióban. Mamma mia, hogy magyarázom lesz neked? Ascolta, gyűrű, gyere gyűrű. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Csuhani, feleségül akarsz engem verni? Itt ezzel a lányom. Jó Istenem. Jó van, könnyebbetve. Ma kicsi. Kurva éjjel, bemegyek hozzá, érted? Hozzá! Szobába be, és ott majd aprólékosan visszaidézünk Debrecen. Ja, Giovanni, Debrecen, emlékszem minden éjszakára. És el is hoztam neked a gyümölcsét. Szia! Hozok neked egy magot, kikömmeljük. Giovanni! Giovanni, gyerek lesz. Érted? Bambino! Bambino. Sí, bambino, itt a hasitámban. A te meg az én papa bambinom. Micsoda, hogy neked gyereket lesz nőve? Yeah. Hogy az ég szakadjon testét? Most jól tényleg személy csinálod? Csak van olyan boldog vagyok, hogy így rősz! Szerintem a Victoria, én egy mosson az édesanyja van a telefonban. Telefonó, Debreceno, mamma! Jó, mamma! Giovanni, az anyukám telefonált, gyorsan rohanok, elmondom neked, lesznek fogunk házasodni, Isten annyira boldog lesz! Te, Giovanni, ez gyorsan ment. Adon is tudja? Mit tudna? Nincs mit tudnia. Nincs? És ha véletlenül valakitől megtudná azt, amit én itt hallottam, akkor nőttek a risztorantédnak. Hát megint hallgatóztál, annyi nézve. Én hallgatóztam. Hát csak a halt takarítottam. Hát tehetek én arról, hogy minden szó behaladsz. Érdekes. Amikor én a cukrászdát takarítom, oda soha nem haladszik be semmi. És nézd el ki. Annyi nézve. Ígérd meg, hogy nem mondod el. Miért ígérnél meg? Mert én kérlek azért. Hát ez elég sovánka idom, de jó nem szólok. Egy feltétellel. Mi az? Várj csak, mindjárt kijövök. Ta még csak ez hiányzott. Hogy ez a plecskás vénasszony beköpön Tomáónak. Mindent hallok, vénasszony az öreg anyját. Ezt kérdem nem te tamponyporc. Ki lehet, mikor elment az anyád? Mi értetek? Ez így most van, de nagyon finom. Elmégy egy hétre Magyarországra, és egy gyerek kettős vissza. Egy amatőr magyar lány kifog rajtad. Szégyellem magam miattam. Ám bizony csak nem beleszerettél, hogy így elment a józan eszed. Nagyon szép, azt te is beláttad. Na és aztán, ha szép! Elmúlik. Milyen? Baromi. Tudod, milyen nagy szám voltam én ott Debrecenben?
és Viktória gyönyörű volt, odaadó, kedves és cseppet sem amatőr. Ez a vén szar is, hogy belehavarodott. Árnyézze, segíts nekem! Rá kell bennünk Viktóriába, hozzá menjen Tomához. Két legyet üdök egy csapásra. Egyrészt megmarad nekem Viktória titkos szeretőnek, Tomá úgyse győzi, másrészt itt nevelkedik az orrom előtt a kölkön. Nagyon jól eltervezted, és nekem ebből mi hasznom van, mi? Semmi! De nekem is van egy ötletem ám. Ismételtem az ötletének, köszönöm, nem kérek belőle. Ha nem bánod, hogy Tomáho megtudja az igazat? Ne! Várj, mondd, mi az az ötlet? Ide figyelj! Hát hogy néz az ki, hogy itt ezen a picurka téren pontosan az én panziómmal szemben nyílik egy risztorante? Talán csak nem azért, hogy a vendégeimet elcsábítsa. Hát ide, hová gondolsz? Várjál! Azonban a risztorante nem itt lenne, hanem mondjuk így itt. Egy félig belógva a panzióba. Igaz ugyan, hogy elvesz egy darabot a halból, de ha szükséged van rá, neked grátis odaadom. Szükségem? Szükséged bizony. Ha nem akarod, hogy ez a magyar kaland kiderüljön. A risztorantémba természetesen felestársnak beveszlek. Risztoranté? Na erről! Készülődik a don, ma este lesz a leánykérés szerenáddal. Még van egy pár perced, addig meggondolhatod magad. Ez aljasság. Ez zsarolás! Ez zsarolás! De miért aljasság? Ne, amit maga énekel, az egy állami pedig hirdetlen. Áj, kis idióta, te még a világon sem voltál, amikor én már régszer nem állottam. Igazán nézel? Igazad van, Tomáho. Rohantak a nők. Rohantunk! Tanulj meg ragozni! Rohantunk! De nem elsősorban a hangod miatt. Na, látja, hogy az állat. De bírta, amiről ő beszél, arra mi mai napig is büszke van. Akkor, mert minek erőlteti ezt az éneklést? Mert ma már szükség van a hangodra is. És különben is ne pofázz annyit! Gyere, vegyük át még egyszer! Jó, rendben. De ahogy mutattam. Hát, gyere. Ma van a nagy nap, légy ottra vágyom, legyen kovár. Lukréció fiam! Felébresztettük, ne haragudjál! Rus Giovanni, mi a válaszod? Don Tomáho, nem tudom elmondani, hogy mikor ébredtem utoljára ilyen vidáman. Na, még nem tudom, ányiz, át kell gondolnom. Ez a jókedv, ez a derű, ez a zene. Figyelj csak, Tomáho! Jó, rendben. Még a tengeri ötlet is érzem. Don Tomáho, tudja, hogy mikor éreztem utoljára azt, hogy élek, hogy lélegzem? Köszönöm. Nincs féte. Giovanni fiam! Nem várok élestig, hozzá gyorsan, pezsgő, én most megkérem a kezét. De mi először? A saját boldogságommal törődni, először a fiatalok sorsát rendezem meg. Lucia! Megyek maga! Lukréció fiam, hol érzed itt magad? Jó, persze. Szeretnél itt maradni? Nincs, hová menjek, hisz tudja. Szívesen maradok. Hát akkor vedd úgy, mostantól az én házam a te házad, és az én legbecsesebb kincsem. A lányom, a szemem fénye. Átolva, tényleg! Legyetek nagyon boldogok! Hello! Már aki is majd nem csinálja! Uram, de nem fogadhatom el, ezt tudja! De jó, de ugyan elvehetem a lányát de facto, viszont nem lehetek a férjét! Nem baj, Lucia nagyon fiatal, és különben is nem uram, hanem papa! Köszönöm, kedves papa, de ez a beszél! De papa! Tudom, Giovanninak ígérte. Giovanninak. Giovanni? Valahogy elintézem vele. Kicsikém, csak nem azt mondom, hogy ezt az idióta maflát szereted. Sokkal külön embert szerzett neked, jó apád. Nézd meg. Erős, jó kiállás, egészséges, és főleg milliómos. Parancsoljon, Don Tomáho. Giovanni fiam, ezt a poharat pedig add fel a hölgynek. Drága Viktória! Tudom, hogy egy ágaszót nem értesz abból, amit mondom, de ahol csak tisztában vagy, hogy a jegyűrű mit jelent. Mondd, leszel a feleségem. Tudtam, hogy meg fognak találni, te édes! Az édesanyám is azt üzeni, hogy nagyon boldog, és hogy ő is mi fog jönni az esküvőre. És egyáltalán nem zavarja már bántóan nagy korkülönbség. Igen mondok neked, Sisi! Igen mondok neked, te éles! Igen mondok!
Vedete gyorsan itt, fújj vissza az ágyba, capisce? Restare in letto, maradj ágyba! Io restare in letto, mit dir? Tulajdonképpen én is fülösen biztos, hogy nem tudod, hogy nem lehet mindjárt nyitni. Engedd el a kezem, Viktória, siet, nem kell. Mamma mia, fél hét. És a kávéfőző több mint 7 óra alatt melegszik, te van, egyáltalán felmelegszik, engedd már el a kezem, Viktória, siet, nem kell. Giovanni, miért van az, hogy reggel minden férfi siet? Giovanni, amore mio, perché? Menj, akkor én most megyek, aludj még egy kicsit dormire. Thank you.
Képzeld! Lucia és Luci tegnap este Rómába sündját akartak játszani. Hogy? Hogy mikor végre egymásra találtak? Kiket mergek az ágyból, hogy egy kis kupica borocskát hozzak az én hősömnek, mert utána nagyon meg szokott szomjazni. Emlékszem. Tovább? Lényeg a lényeg, mire kérek a konyhába, már ott vannak az én szerelmes madarak. Lucia és Luci? Ők! És azzal fogadnak, hogy nem akarnak egymás nélkül élni, és hogy segítsek nekik meghalni. És te mit csináltál? Hát segítettem. És nem? Még nem? Uram, atyám, voltok volt? Hát igen. Mit adtál be nekik? Hashajtót! Hashajtótól voltok volnak? Ők azt hiszik. Ezt nem értem, beszélj világosan. Szóval, mint mondottam, épp jövök egy kis kupica borocskáért, de mielőtt indulnék vissza az ágyba. Muszáj mindig erről beszélnem. Te nem arról beszélsz, de erről beszélsz egyfolytában. De hát, hogy miről beszélsz, hogy mondani magad? Hát épp azt mondom, hogy leültem a hokedire, hogy megcsináljuk ezt. Hát arról, hogy jön Lucia, nyomában Luigi-vel. Mindkettő vörösre sírt szemmel, és a konyakredencben méreg után kutakodnak. És te mit csináltál? Mit csináltál? Mit csináltál volna? Hát azt mondtam nekik, feküdjenek le nyugodtan, még egyszer utoljára öleljék meg egymást. A többit bízzák itt. Na is! Egy üvegben feloldottam hashajtóport. Rárajzoltam a kalózó halálfejből, kerestem, hogy ezt bevittem. És aztán? Aztán mentem vissza az ágyba. Azt tudom. De velük mi lett? Fostak egész évben. Most már jobban vannak, de azért van még utóhatás. Szegények. És még nem is tudsz mindent? Mit nem tudok, mondj gyorsan. Képzeld, ez a Lucrezia. Lucrezia? Aki ez az én tonom, hozzá akarja készíteni szegény Luciát. Nem férfi. Olyan. Hát pedig olyan szemben van. Honnan tudod, csak nem kipróbáltad? Állj nézel, mire nézel te engem? Hol van, csak kérdeztem. Hát ne kérdezz. Kihallgattam, amikor a Donnak bevallotta, hogy Kampert! Azt mondta, ő már nem regenerálódik muszkulárisan. Talán maszkulárisan. Az nem ugyanaz? Hát végül is egy idő után mindegy. Ha így áll a dolog, akkor meg kell akadályoznunk ezt a házasságot. Dorina! Dorina! Dorina, miért nem haltunk még meg? Miért meg élünk? Hogy szegénykény, mennyire kimerített az éjszaka? Tessék, vegyetek! Nem megmondtam, hogy maradj az ágyban. A Donnal elhetettem, hogy gyomormérgezésed van, így legalább egy ideig nem kell találkozni Lucrezióval. Mi? Mert az, hogy egy ideig megmondtam, hogy soha többet nem látok ezt a Lucrezióval. Kitekerem a fölött. Hé! A lábom! Bocs, ide, én sárok az enyémet. Akkor miért nem maradsz ülve? Igaza van, Luciának, fiam. Mit ugrabugrálsz? Maradj szépen ott, ahol vagy. Hogyha édespapa hozzákényszerít ez a Lucrezióhoz, én megölöm magam. Na, nekem ennél sokkal jobb ötletem van. Micsoda? Bolondulj meg! Hogy mit csináljon? Tettesse az őrültet! Hát honnan veszed ezt az őrültséget, Anyézel? Hát régi olasz komédiában olvastam. A hősnő hülyére tettette magát, mire az apja elállt a házasságtól. Tényleg? Amilyen hülyén hangzik, lehet, hogy épp olyan jó? Nem, az én Luciám nem lesz bont. Nem látja, hogy csak segíteni akarunk. Hallgass már! Hogyha édespapa valamit a fejébe vesz, azt mondom, baltával sem vered ki. Inkább hallgassuk meg, mit mond Anyéze. Hogyan tettessem a valamit? Gyere, Lucia, majd utálunk magunknak valamit. Pedig jó lett volna.
házasság. Ijesz rá Tomáó. Don Tomáó, óva intelek ettől a frittől, különben Lucsát nagy veszély fenyegeti. Érted már? Amilyen babonás az a hülye, már másnap enyém Lucsó is fel együtt a hozomány. Istenem, azt se tudom, hogy beszél egy ilyen szarándok. Sugallatra jöttem, városotok, a mesterem a nagy szent küldött, hogy elhozzam közétek a szeretetet, a békét. Satöbbi, satöbbi, vagy itt találsz, hogy te valamit hoboklányod te? Ez engem az a verengem, hogy ez a fizi ezt írja a hajamat, de... Oh! Mester, hadd buruló szent lába elé! Laudetur Jézus Krisztus! Ti emberek! Ampona polgárai, gyertek ide! Egy szent látogatott el hozzánk! Gyertek, hallgassuk a szent embert! Mi a franc már megint korán reggel? Egy szent zarándok! Nem zarándok az öreg anyád! Muszáj nekem minden reggel üvöltözésre ébrednem? Ne merjen sord már! Korán reggel bosszús Don Tomáó! Honnan tudja a nevemet? Az úr kegyelméből. A vezeték nevemet is tudja? Természetesen, Nikomakó úr. Csoda! Uram! Uram! Mester! Gyakorlunk, mester! Az én nevemet is tudja? Igen, Nubicsi! Te vagy a peszkarai vándor muzsikus. Tényleg? De, az nem. A Lucia! Akarsz valamit kérdezni? Nem, mester, nem. Dorila! Álljétek! Tomáó! Mester! Giovanni! Szabad megtudakolnunk, minek köszönhetjük isteni látogatásodat? Sugallatra jöttem városotokba. Mesterem a nagy szent küldött, hogy elhozzam közétek a szeretetet és a békét. Ömer az igazság szép szó, ha betartják úgy jó. Bizony, bizony, Don Tomáó! Mesterem megértő, bölcs és igazságos. Ő a szerelmesek védelmezője, a házasulandók oldalmazója. Azért teremtett férfi is, nő, hogy egymásig legyenek, hogy szent kötelék, melyiket összekötik, de romlja a szekula szekulórum. Soha el ne szakítassék! Ezért! Ezért, mielőtt két fél házasság védne, Ha, 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 ha,
Én megyek, megnézem, mit tudok segíteni neki. Nyugodjon meg, tudom, még nincs veszve minden. Megkérem ezt az arándokot, hogy vessen egy pillantás Luciára, ezek a szentek minden kicsit olvasok is. Hát egy jó ráolvasással vagy ördögűzéssel ki tudja kergetni Luciából ezeket a libucikat. Ez az fiam, nagyon is igazad van. Luciát megszállt egy szellem, melegébb kormányzat az arándok, mégiscsak van Isten. Lucrecia fiam, menj, beszélj vele, mondd meg neki, hogy tegyek meg mindent Luciáért, ajánlj föl neki pénzt! Ha másképp látom. Mi ez a furcsa játék a véletlennek? Elkésen az isemben hazajövök és itt találom őt a kert. Mint hogy ebben a fura kis figurában Lucillámat venni fel. Akire haragudnom kéne, de nem tudok meg, ha csak rám néz egész belsőm megint. Bocsánat, mester! Mi dolgod, Rózsám? Elmondhatom a bánatom? Azonnal, Pilar, azonnal! Nem is, mi történik fel? Viselkedj arra a gondolatra, hogy megint nincs a kezét, vagy akárcsak a csuhája szegény. Köszönöm Isten, mit történik velem, eddig sohasem gondoltam férfiakra úgy. Hogy én? Ja, hogy én? Azt, hogy gyógyítsa meg a mennyasszonyomat. Azt akarja, gyógyítsa meg a mennyasszonyomat! Mit csinál? Ő az kicsit adok, hát ő is Isten gyermek. Valami baj van? Nem, nincs semmi, csak... Most egy ítelt előttem, hirtelen nem is felejtettem, hogy mit akartam. A mennyasszonyáról beszéltünk. Kiről? A mennyasszonyáról. Igen, mennyasszonyáról. Szóval nem is van! Nem, vagyis bocsánat, de nincs érzés. Annyira emlékeztet valaki, olyan furcsa érzéseket ébresztett fel bennem, hogy teljesen összezavarodtam. Igen. Igen, de már elmúlt. Már nem érdekes. Igen, már elmúlt. Szóval már nem érdekes. Nem, már nem érdekes. Értem! Mester! Szóval arra szerettem volna kérni, hogy vessen egy pillantás Luciára, hogy bizonyára meg tudja állapítani, hogy múló rosszul létre van szó, vagy örökön tartó állapotra, mert ha így van, akkor engem itt nagyon csúnyán csőbe húzták. Hogy hát, hogy nem szerelmes. De az vagyok. Szóval szerelmes. De nem Luciára. Lehet, hogy mégis van a remény. Mi van? Hogy talán még van remény, és megjött az a pont. Beleg. Én már nem vagyok biztos abban, hogy ezt nem szereti a szerelmet. Nem akar, hogy meggyógyuljon? De... Nem! Kimondom, kerek perec, nem akarom! Tényleg nem szereti a szalát? Akkor miért akarja feleségüket? Én nem akarom! Én magával akarok menni, de amióta csak megláttam. Uram, én akkor a készítést érzem, feladatok közben, mester! Szóval csak azt akartam mondani, hogy az ön közelében végre én is részesülhetek a nagy szent, a szent nagy kegyből! Nekem most be kell mennem. Nekem is be kell mennem. De elsősorban nekem kell mennem. Én is részesülhetek a nagy szent nagy kegyből. Köszönöm szépen, hogy elintézted a risztorántémat. Téged tényleg semmi más nem érdekel, csak az a rohadt risztoranté! Hová mész? Lehűtöm magam. Vidád, nehogy felismerjenek. Igazod van, fiam. Sicca, te ez mi apró? Egyszerűen, mi történik a saját házamban? Lucrecia berohant, becsapta maga mögött az ajtót, hiába dörömlök, nem válaszol. Lucci az megőrült, Lucci nem őrült meg, de hát annyira dödött, hogy egy szavás érdekel. Két ilyen szerencsétlen. Hát, esküszöm, ezek valahogy összeélnek. Jó, már én is össze-vissza beszél, már nekünk ülök. Ez az egyik asszon van nekem, ez a magyar galambom. Megyek, szerencsét próbálok. Ó, hát, hogy megkönnyülnél rajtam. Van szerelmes vagyok, de kavasz. Uram! Ezt otthon felejtettem. Lori, nem, mihez kezdenék én nélkül? Na, sem ad. Na! Én mihez kezdenék, te nélküled? Még így is vagy. Azt szeretem. Még így is te vagy nekem a legdrágább. Egyszer majd rájössz. Meglátod, egyszer majd rájössz, hogy én vagyok neked az igazi. Úristen, Spurzi, Signore, nem akartam, bocsánat! De
megütésed, nekem ölelés. Jaj! Most már jó? Most már benne? Nem, még mennyire be... Mi van benne? Most már ugye nem fáj a feje. Ugye most már így jó. Kapok, fájni. Elvesztettem a fejemet, amikor megláttalak. Ki vagy te kis ungarézi? Mintha nem először ölelnélek, mintha nem először. Ismerős vagy, és mégis idegen. Zsuzsan? Régi volt, már nagyon régen, Budapesten. Oh, Budapest, Budapest, bella, bellissima! Én is voltam egyszer Budapesten. 49-ben a Vitten. Tudod, hogy mi az, hogy Vit? Mit Vit? Guantanamera, mira Guantanamera, Guantanamera. Én is ott voltam. Majdnem ott is maradtam bele. Aztán, figyelj ide, jöttek az ős hadsereg, árjuk, zúgtak, hősök, minden. Érted? Internacionale. Én is majdnem ott maradtam. Aztán mégis hazajöttem. Lucsi anyja nagyon. Nagyon gazdag volt. 1949-ben. Vitt? Hát értem már! Vitt! Világ ifjúsági találkozó! Szí! Vitt! Világ ifjúsági találkozó! Köszönöm, Tomáó bácsi! Viktoria kisasszony! Telefonó, mamma! Mamma! Aj, mamma! Köszönöm! Viktoria! A világ! Folyátsza! Lucsi! Kicsi bács! Nem várok, megmondtam, hogy kitekerem a nyakát ennek a szerencsétlennek, te nem engedted, de tessék! Mire hozott a szentmazekat? Azt hiszed, az őrák a születén? De Luigi, mit csinált, hogy elmondja édespapának? Jaj, most persze mit csinálunk nekem az a Lucrezia, az első percben fog magyarus volt. Luigi, amore mio! Nem! Semmi mio! Döntöttem! Vagy megölöm, vagy elmegyünk innen a... Luigi! Luigi! Megütötted magad! Luigi! Igazi hős vagy. Eddig rám csak édespapa vigyázott, és azt hittem, hogy biztonságban vagyok mellette, de most már tudom, hogy csak melletted vagyok igazán biztonságban. Rá már nem lehet számítani. Most is ott van, nála, hogy nem szégyelli magát. Miért szégyelje magát? Ha egyszer szerelmes. Hát de Luigi, az ő korában. Na és, ha egyszer szerelmes. De ez egy fiatal lány. Az minden, ha egyszer szerelmes. Figyelj csak, Luigi! Te is fiatal lányok után fogsz menni az ő korában? Hát, nem tudom. Lehet. Hát, nem biztos. Én szállom, én tettem ki a hajadat! Kiverem a szemedet! Én ezt biztos, hogy nem! Biztos, hogy ezt nem vagy nálam, van! Kiverem a hátamból! Jó, így az, hogy lehet, nem biztos. Yeah.
nem kapok. A kis muzsikusnak szépen elhegetült a hozományomat. Aj, nyugodj meg, kitaláltam mindent, beszélek Tomával. Mit mondasz neki? Este, én olyan boldog vagyok. Most már egész biztos, hogy hozzám jön a feleség. Igaz, a szobájában még nem engedett be. De hát ez természetes, egy ilyen ártatlan virág számára. Hát az én szívemet is boldogság tölti, hogy láthatom uraságodat. Ugyanis beszélem a nevedről. Az imént áltatosság közben látomásomból szent mesterem jelent meg előttem, és azt mondta, hogy a maga lányom Emeli fiúrnak az ő felesége legyen. Emeli fiúr, a mesterek elment az esze? Ne hergelje mesteremet, Don Tomás! Én hergelem őt? Hát ő hergel engem! Ő csak meg akar jogni Luciát egy bűnös kapcsolattól! Rámgalmazni veri a lányom? Miféle bűnös kapcsolata van ilyen szerencsét adogus kis vadalomnak? Törvénytelen viszonyt folytat, Luigi hegedű tanárral. Hát törvényt ki nem mondja? Ki nem mondja? Hát én ezt meghiszem el! Luigi! Lucia! Igen, papa? Igaz ez? Micsoda, papa? Hogy te, meg Luigi! Hát így bucik. Ne libázz! Ne libázz! Arra felé nem kérdeztem. Igen, Nikomakó. Én szeretem a maga Lucia. Adok én neked majd Lucia. Szeretem a sárkokvállat, kisfiam, és eltakarod színen úgy, hogy a lába beléri a földet. Jó, rendben, de akkor Lucia is jön velem. Ha még egy szót megpróbálsz itt nekem összebarkácsolni, úgy összeverlek, hogy kétszer fordul veled a mentő. Papa! Egyébként csodottam! Ne simalkodj, ne simalkodj! Hegedüli tanítatlak is, ez a háló! Ajta, két üres mélkő csapna belé. Hát úristen, követtem el, hogy így verekje a sor. Az Isten azokat szeretke legjobban, akiket próbálhatsz. Hát ne szeressen! Ki kérte, hogy annyira szeressen? Igen, Don Tomo, Lucia nélkül nem megyek egy tapottat sem, hogy megölöm. Esküszöm, megölöm azt az embert. Hallgass, Luigi! Édespapa fog megvenni téged! Én nem félek! Ma magától, na tessék, jöjjön! Bunyózzunk meg! Jöjjön! De én igen! Szabályom, beteg a kész! Jó, várjon, magam nagy szóra kérdezni, előveríztétem ezt az embert! Én becsületes ember vagyok, nekem nincs pénzik! Lilám! Nem tudom, hogy a szerelmet elvegyék tőlem, akikhez foggal körömmel ragaszkodom. Luigi, de szólod, tarti, becsületes! Ez mondtál, ki érdekel ez most? Igen! Hol születszél? Állj, cuma! Van testvére? Volt egy öcsém, de ő is eltűnt. Ki lett vele? Nem tudom. Hogy hívják a testvéred? Lucreciónak, mi magát? Luigi, drága bátyám, csak hogy végre megtaláltalak! Emberek, ez a szegény vándor muzsikus itt a bátyám! Mi van? Thank you.
szűk kis utcákon át, a korzón a tereken át. Úgy fúj a bújkor a szél, a mágy emléket zsodol a szél. Papa, ezennel megkérem a lányok kezét! A bátyám számára! És ezentúl tekintsen úgy rá, mint milliómosra, mert az összes vagyonom az övé. A francba! Lőj be! Mi van? Te nem dadogsz? Ha vele beszélek, akkor nem. És bolond se vagy? Az nem is voltam soha. Hát megkérdezed, hogy mi van? Megadjon meg, Tomáról! Minden a legjobban alakult. Látod, Luigi? Drága bátyám, Isten útjai kifürkészhetetlenek. Vissza a téged, és elszúlít engem. Mit mondasz, drága öcsém, már is elmész? Azt az embert fogom követni, amit csak élek. Papa elfelejtett a szerelmét. És miért kell ezt mondani? Milyen szerelmét? Az még az előtt volt, hogy őt megismertem. Rómában szerettem egy lányt, de sajnos elvesztettem. És hogy hívták a szerelmét, Orlupinci? Drusilla. És milyen lett vele? Meghalt! Honnan veszi ezt a... Honnan veszi? Honnan tudja? Az én hibám. Később jöttem haza, mint ígértem. Ő nem győzött kívánni, elvesztett a hétét, és bánatában öngyilkos. Igaza volt, a maga lehagyta. Én nem hagytam el, csak nem tudtam időben hazajönni. Mindezt mondja. De. És honnan tudja, hogy meghalt? Nekem azt mondták, öngyilkos. Öngyilkos lett, és amíg se halt meg. Nekem azt mondták. És miért nem jártott utána? Mégis mit kellett volna tennem? Mondom, miért nem járt utána? Ön azt gondolja, hogy lehet, hogy... Ön tényleg szerette azt a lányt? Az életemnél is jobban. És hogyha én varázserőmnél fogva visszahoznám őt az élők sorába, akkor is engem követne? Nem. Sajnálom, de őt még önnél is jobban szeretem. Összeszűrted a lebet a mélyasszonyommal? Tudja mi? Nekem már úgyis mindegy. Igen, összeszűrtem.
De még mennyire, hogy összeszűrte maga, el sem tudja képzelni, hogy mennyire összeszűrte. Amor mio, caro mio, ti amo! Te kis unganézze, ti amo, amore, te megcsaltál engem, te megcsaltál engem! Si, ugye milyen szép a ruhá? Mamma mia, hímezte, mamma mia, fundebrezze! Ez egy nagyon nehéz ungerésze, mint a mandálom egy-két terítő is, ha esetleg. Hát te megcsaltál engem! Ne rámba, soha, hát vigyázni kell a bambinóra! Bambino! Igen, Bambino! Itt a hasikában a Mio és a Giovannino Bambinoja. De a hasikájába dugtál egy Bambino! Mennyire vagy oldal? Átkozott a pillanat, amikor virágra jöttem. Miért csináltam ezt velem, hogy átkozolomból? Én el akartam venni feleségül, én mindenemet oda akartam neked adni. A vagyonomat, mindenem. Miért ezt a senki házit választottad helyettem? Miért? Miért? Melyeket? Ne rangassa már a ruhámat, ha feltestik a hímzés! Ha meg fog szólni a mamma? Mamma mia von der Brezen, ő hímezte ezt a nagyon nehéz ungaréze mintát. Zsuzsanna. Ez mi a szar? Még mindig rossz a frizsidere! Victoria! Victoria! Ki ez az anyád? Mamma! Mamma! Si, mio anyu! És... És ki az apád? Papa, mikor papa. Születtél? No, papa! No, oh, papa! No, papa! Mikor születtél? Útleveledet! Passport! Si, passport! Ó, kislányom! Én vagyok az apád! Papa! Papa! Mi a papa? Si! Ha ha ha!